Szeretettel köszöntök mindenkit ma este is. Eltelt ez az év, eltelt és lejárt ez az imahét is. Nem tudjuk, mi következik életünkben, de azt tudjuk, hogy Isten hogyan rendelkezett a világ eseményeinek záró szakaszáról, illetve mivel bízott meg minden embert. Ezen a héten arról hallhattunk, hogy mit vár el Isten minden embertől, azoktól, akik vele képzelik el az életüket egy örökké valóságon át. Földi életünk lejár, de lejár az emberi család felett is az élet kegyelme. Isten azonban fia által mentővet készített és kiragadott a bűn mélyéből. A három angyal üzenete Isten legfontosabb felhívása minden ember számára. Ma este a záró alkalommal az üzenet aktualitásáról hallhatunk. Isten igéjét ma este László Varga Zoltán lelkipásztor, a Speranza Televízió munkatársa fogja szólni. Áldott estét kívánok mindannyiuk számára! Mindenkit szeretettel köszöntünk ezen az estén. Ima hét van, és ma arról témával fogunk foglalkozni, amely számunkra igei táplálék, ugyanakkor az imádság kiinduló pontja is. A hetednapi adventista egyháznak évente ima hete van ebben az időszakban, amelynek célja egyrészt lelkileg ráhangolódni Isten akaratára, időt tölteni és közösséget ápolni az ige körül, együtt imádkozva, és ugyanakkor felkészülni az előttünk álló időszakra,
hogy az Úr Jézus Krisztus evangéliumáról, az igéről bizonyságot tehessünk. Mai elmélkedésünk alapigéje a Jelenések könyve 14. fejezetének 6. versében található, ahol így olvassuk. És látték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. Így vezeti be János a látnok, aki egyben az Úr Jézus Krisztus tanítványa is volt, és látnokká vált, miután Isten megmutatta neki mindazt, amit leírt a Jelenések könyvében, így vezeti be tehát az úgynevezett hármas angyali üzenetet, amellyel foglalkoztunk, és amelyre visszatérünk ma délután is, egy néhány gondolat erejéig. Egyrészt megvizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet viszonyulni ehhez az üzenethez, másrészt pedig azt, hogy hogyan alkalmazhatjuk a hétköznapi életben annak bizonyos tanulságait. Istennek mindig volt, van egy népe, amely szám szerint kisebbségben él, talán a hírneve, az ismertsége is elmaradt sok más nép, vagy egyház mögött, vagy csoportosulás mögött, viszont van egy ismertető jele az, hogy hűségesen kutatja az igét, és az ő hitét, és mindennapjait, az ő életgyakorlatát az ígére építi fel. Amikor eljutunk a hármas angyali üzenet megfogalmazásáig a Jelenések könyvében, addigra már a Jelenések könyve kronológiájában, időrendjében, tekintve azokat az eseményeket, amelyeket megjövendől és amelyeket a történelemből több-kevesebb fáradtsággal azonosítani is lehet, természetesen azokat, amelyek már megtörténtek, vagy éppen folyamatban vannak, elérkezünk ehhez az üzenethez. Eddigre a prófétai kronológiában már túl vagyunk a sötét középkoron, lezajlott a francia forradalom, és különféle jelek is történtek, amelyeket a Szentírás megjövendől a Joel könyvében, Máté evangéliumában és a Jelenések könyvében, ezek a lisszaboni földrengés 1755-ben, a nap és hold elsötétedés 1780-ban, és a csillaghullás 1833-ban. Nem mintha máskor ilyen nem történt volna, egyszerűen arról van itten szó, hogy erre az időszakra a Szentírás megjövendölte ezeknek a megjelenését, és akkor teljesedtek, amikor a Szentírás azt jelezte. Ezért mondjuk tehát egyrészt, hogy az utolsó fejezetében vagyunk a történelemnek, másrészt pedig a hármas angyali üzenet hirdetésének az idejét is az 1800-as évek derekára tesszük, mert az előző események megelőzik ennek az üzenetnek a felhangzását. Így tehát az 1800-as évek derekán, pontosabban első felében egy kis csoport, hívők egy kis csoportja, amelyeknek a lelki vezetője és igehirdetője William Miller volt, az 1820, majd még inkább a 30-as években egyre nagyobb figyelmet fordított Dániel könyve 8. fejezete 14. versének. Nem voltak ők ebben úttörők, sem elsők, hiszen ezt az igeverset és amúgy Dániel könyvét már jóval korábban a reformáció idején elővették és kutatták. Maga a nagy angol fizikus Isaac Newton is a klasszikus mechanika és a fizika elmélet egyik, modernkori fizika elmélet egyik megalapítója is kutatta, és erről egy könyvet is írt. Ez a kis csoport azonban egy profétai, bibliai alapokra épülő számítás segítségével számításában eljutott az 1843-as, majd kicsit később finomítva a számításokat, az 1844-es évhez, amikor valaminek történnie kellett. Meg is történt az, amit a Szentírás előre jelzett. Csak itten egy kis probléma volt, valójában nem is kicsi, hanem elég nagy. Mert a számítás ugyan helyes volt, azonban nem tudták helyesen értelmezni azt, amire a számítás mutatott. Jézus Krisztus eljövetelét várták, azonban később kiderült, későbbi bibliatanulmányozások során, hogy a Szentírás tanúsága szerint 1844-ben nem az Úr Jézusnak kellett volna eljönnie, hanem akkor kezdődik az ő mennyben végzett munkájának, amelyre János 14-ben is utal, elmegyek, hogy helyet készítsek, a második szakasza. Ez pedig nem más, mint a Szentek Szentjében végzett közbenjárói vagy főpapi munkássága. 1844 óta tehát az Úr Jézus Krisztus az ő főpapi szolgálatát végzi a mennyben. Hogyha így kissé meredeknek, kissé hirtelen jövőnek tűnik ez az szám, akkor még vissza fogunk térni ezekre egyéb tévéadásokban, éppen ezért meghívjuk, hogy kísérjék figyelemmel egyéb adásainkat is.
Isten így adta meg az indító lökést, a gyújtószikrát egy mozgalom megszületéséhez, amely azóta tovább tanulmányozta a Bibliát, megértette azt, hogy milyen üzenetet kell hirdetnie 1844 után egészen Jézus visszatéréséig, és ez volt az a nép, amely mozgalomból később egyházzá lett, és ráillik az, amit mond Isten maradék utolsó időkbeli egyházáról a Szentírás, megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Nézzük meg a következőkben a két beígért gondolatsort. Az egyik arról szól, az első, és ezzel foglalkozunk mindjárt, hogy hogyan lehet fogadni, hogyan fogadjuk a hármas angyali üzenetet. Amikor Jézus Krisztus először lejött a földre, az első adventről beszélünk, ezt az érkezést is egy sor próféta készítette elő, habár régebben éltek jóval, mint Jézus Krisztus. Beszélünk itt azokról az ószövetségi profétákról, amelyek több tucat, sőt egyes kutatók szerint száznál is több jövendőlésben mutattak el az Úr Jézus Krisztus érkezésére, tulajdonságaira, munkájának sajátosságaira. Amikor pedig Jézus Krisztus már korban is és lélekben is odaérett, hogy megkezdje nyilvános munkásságát, fellépett az, akit maga az Úr Jézus a proféták legnagyobbikaként emlegetett, Keresztelő János. Ő volt az, aki rámutatott Jézus Krisztusra, és arra, hogy az Úr Jézus Krisztus földi munkássága, a proféciák teljesedése, Jézus Krisztus pedig az Istennek a ma báránya. Azonban Keresztelő János későbbi sorsa és az Úr Jézus Krisztus elkövetkező 3,5 esztendeje azt mutatja, hogy Sátán rávette a Krisztus korabeli embereket Keresztelő János beszédének elutasítására, így azok később Jézus Krisztust magát is elvetették, hiszen róla szólt Keresztelő János prédikációja, és végül az Úr Jézus Krisztust keresztre feszítették. Éppen ezért, akik elvetették az ige hirdetést, elvetették a jövendőlést, elvetették azt, akiről a jövendőlés szólt, végül oda jutottak, hogy amikor a Szentlélek pünköstkor kitöltetett, rájuk nem áraszthatta ki áldásait, mert ők már korábban nemet mondtak, és éppen ezért nem értették meg a Szentírás későbbi tanításait, és a mennyei szentéhez vezető utat a Bibliában nem találták meg, és nem ismerték meg. Hasonlóképpen történik a második advent alkalmával is. A második adventet is jövendőlések hosszú sora jelzi előre. Olyan hosszú ez a sor, hogy visszanyúlik még egyenesen az Ószövetségbe. Maga Jób, a Biblia egyik legrégebben megírt könyvének a főszereplő és utal arra a napra például, amikor eljön a megváltó, és megáll a halott emberek az ő meghalt hívőinek a pora fölött. Vagy utal arra, hogy lesz egy végső ítélet. Az Új Szövetségben találunk utalást egy még régebbi személyiségre, Énokra, az egyik pátriárkára, aki ő maga is beszél a végítéletről. De ha visszatérünk az Új Szövetséghez, maga Jézus hányszor említi az ő visszajövetelének eseményét, és hányszor beszél arról, később pedig János még bővebb részletekben, hogy milyen események előzik meg, milyen jelek jelzik előre, mi az, ami számunkra előrevetítés rámutat Jézus Krisztus eljövetelére. Ezzel kapcsolatban is, akárcsak Jézus eljövetelére nézve, sokan vallják, hogy szeretik Jézust, de eljövetelének üzenetét nem tudják elfogadni. Egyesek azt mondják, hogy az úgynevezett parúzia, az erre vonatkozó jövendőlések, azok már régen be kellett volna, hogy teljesedjenek, vagy részben, vagy átvitt értelemben beteljesedtek. Vannak, akik ennek a teljesedését a nagyon-nagyon távoli, a megérthetetlenül távoli jövőbe tolják ki. Vannak olyanok is, akik Jézus eljövetelét, amelyről a Biblia azt mondja, hogy szemmel látható valódi esemény, azt állítják, hogy valójában egy lelki jelenség, amit inkább a hívők szívében lehet nyomon követni. Ezért mindannyian így vagy úgy az Úr Jézus Krisztus valódi, kézzelfogható visszajövetelének eseményét nem tudják megérteni, elfogadni és elutasítják. Pontosan erről szól az első angyal üzenete, féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Éppen ezért nem értik meg, hogy mit jelent Jézus eljövetelének a közelsége, hogyan kell arra készülni. Semmi hasznuk nincs az ilyen
gondolkodású keresztényeknek a második üzenetből, amely felszólít bennünket arra, hogy foglaljunk tiszta, egyértelmű állást a mai zűrzavaros világban, és itt a zűrzavar nem csak a világra vonatkozik általában, hanem vallási területen is elég nagy a zűrzavar. Sok mindent hall az ember annyit, hogy egy idő után már azt sem tudja, minek higgyen. És egy ilyen világban a Szentírás segít állást foglalni az őszinte igazságot kereső embernek. Éppen ezért, ha nem fogadjuk el Jézus visszajövetelének közelségéről szóló üzenetet, akkor semmi hasznunk nincs abból az üzenetből sem, amely fel akar készíteni Jézus Krisztus eljövetelére. Nem értjük meg a példázatbeli éjféli kiáltásnak, a vőlegény érkezésének a pillanatára utaló üzenetet sem, amelynek révén beléphettünk volna Jézus Krisztussal együtt a Szentek Szentjébe. Következésképpen a harmadik angyal üzenete, amely felszólít arra, hogy hozzunk végleges döntést Jézus Krisztus imádata mellett, ezt sem fogjuk megérteni, és átsiklunk fölötte. Sajnos ez a történelmi folyamat megismétlődik személyesen, mert aki nem érti meg azt, hogy Jézus Krisztus eljövetele közel van, hamarosan meg fog történni, és erre készülnünk kell, azok számára sem az állásfoglalásnak, sem a végleges elköteleződésnek sok jelentősége nem lesz. Három csoportról ír a történelem, akik halva, visszatérek most William Miller prédikálásához az 1840-es esztendők elejére, halva a Jézus eljöveteléről szóló üzenetet, a következő három viszonyulást tanúsították az üzenet iránt. Egyesek, mondjuk így, felléptek az igei alapra, vagyis elfogadták az üzenetet, elfogadták a bibliai tanítást magát, ami az üzenetet alátámasztja, és így az életüket felépítették a Biblia szilárd tanítására. Voltak mások, akik vizsgálgatták ezeket az igei alapokat, tanulmányozták, érdekelte őket a téma, de idővel aztán kritizálni kezdték ezeket a különböző Biblia kutatásból származó eredményeket, és végül nem fogadták el az üzenetet. Olyanok is voltak, akik habár eleinte örömmel fogadták az üzenetet, Jézus visszajövetelének az üzenetét, és örömmel állást foglaltak mellette, később visszaléptek azt állítva, hogy az üzenet hirdetőinek a magánélete, a belőlük alakult csoport vagy egyház nincs jól felépítve, a biztosan állók személyes bizonyságtevése tapasztalataikról és Isten jóságáról és vezetéséről viszont visszavezethetni őket a helyes alapra. Ha tehát hallgatnának a bizonyságtevésre, a bizonyságtevők pedig élnék, amit hirdetnek, az ilyen ingadozó, alapra fellépni nem akaró, vagy a Biblia alapról lelépő emberek esetében döntő befolyással bírna. Azért, hogy az üzenet erejét elvegye, Sátán hamis reformokat ébreszt a keresztény gyülekezetekben, aminek a végén az emberek végül rosszabb helyzetbe kerülnek, mint ahol voltak azelőtt. Ráébrednek arra, hogy a lelki megújhodás, a lelki ébredés az csupán csak egy lendület volt, egy szenzáció, viszont Istennek mindenhol vannak, minden gyülekezetben, minden egyházban vannak őszinte igazságot kereső gyermekei, akiket Isten ismer, akikről tud, és akiket a megfelelő pillanatban személyesen, a történelem utolsó szakaszában pedig mindegyiküket kihozza és felkészíti az Úr Jézus Krisztus eljövetelére. Mi is többféleképpen fogadhatjuk az üzenetet. Kételkedhetünk benne, vagy kimagyarázhatjuk, előtérbe helyezhetjük földi érdekeinket. Viszont egy biztos, ahogy mondja a régi protestáns ének, megáll az Istennek ígéje. Ez vonatkozik a jövendőlésekre is. Megáll az Istennek Jézus visszajövetelére vonatkozó ígérete. El fogja hozni azt, nekünk pedig készülni kell, a hármas angyali üzenet ebben van döntő segítségünkre. Ezért van akkora időszerűsége ennek az üzenetnek. Soha nem volt időszerűbb, mint a mai korban. Soha nem sürgősebb erre az üzenetre hallgatni és dönteni, mint manapság.
Röviden nézzük át ennek a három angyalnak az üzenetét, és nézzük meg, hogyan alkalmazhatjuk ezt az üzenetet, ezt a három tételből álló üzenetet. Az első angyal üzenete lényegét tekintve valahogy így fogalmazható meg, így foglalható össze, Jézus eljövetele közel, itt van az ítélet, féljétek az Istent. És az elhangzott már 1840-es években, és attól kezdve folyamatosan hangzik. Ehhez kapcsolódik a második angyal üzenete, amelyik elmondja azt, hogy eljött az ideje igazi, tiszta, bibliai alapokra építeni a hitünket. Felhagyni emberi rendszerekkel, emberi tantételekkel, emberi filozófiákkal, amelyek átitatták a kereszténység legjavát, és ideje visszatérni a reformátorok elvéhez híven egyedül a Bibliához, mert csak az áll meg, minden más leomlik, még akkor is, hogyha nagyon biblikusnak, nagyon keresztényiesnek tűnik. Csak az marad meg, ahogy mondja az Úr Jézus a Máté Evangélium a 24. fejezetének végén levő példázatban, ami sziklára, a bibliai alapra lett építve. A harmadik angyal üzenete pedig a világot vissza akarja vezetni az igazi Isten imádathoz. Ugyanis Isten nem elégszik meg azzal, hogy imádjuk. Úgy kell imádni, ahogyan ő kéri, teljes szívvel és aszerint, ahogyan ő azt nekünk meghagyta. Ezeknek az alkalmazását vizsgáljuk meg röviden a hátralevő időben. Az első üzenet arról szól, hogy az evangéliumnak, az Isten ítélet idejének és az Jézus eljövetelének a közelsége, mint evangélium, az Isten félelemre szóló hívó felszólítás el kell, hogy jusson mindenhová. De ne feledjük el, könnyű hirdetni az evangéliumot együttérzés, empátia vagy segítőkészség nélkül. Lehet nagyszerű imaházakat építeni, gyönyörű szertartásokat lebonyolítani, fantasztikusan jól felépített prédikációkat elmondani, de ha nincsen szeretet, ha nincsen az elveknek az alkalmazása, ha a prédikációról hazatérve nem éljük azt, amit hallottunk, amit hirdetünk, akkor teljesül az, amit Pál apostol mond a Korintusi első levél 13. fejezetben, nem vagyunk más, mint zengőérc és pengő cimbalom. Nem elég ismerni a törvényt, ahogy a gazdag ifjú életében ez megvolt, hiánytalanul, hanem azt alkalmazni is kell az életünkben. Nem elég ismerni az örökkévaló evangéliumot, nem elég ismerni a hármas angyali üzenetet, hanem azt gyakorlatba is kell ültetnünk. Nem elég állást foglalni, az eddigiek helyett egy másik hitelv, az eddig ismert bibliai állítások helyett egy másik bibliai igazság helyett, nem elég megváltoztatni a vallási hovatartozásunkat, hanem a változásnak előbb le kell zajlani az ember szívében, az ember elméjében, és a változásoknak kézzelfogható gyakorlati eredményekhez kell vezetnie a hétköznapokban. A Krisztus példázatai című könyvében Ellen White a következőket írja. Krisztus megmutatta, hogy nem csak az az ember a fele barátunk, aki a mi hitünket vallja. Ebben a kérdésben nincs faj, szín vagy osztálykülönbség. Fele barátunk mindenki, akinek szüksége van a segítségünkre. Fele barátunk mindenki, akit az ellenség megsebzett és összezúzott. Mindenki a fele barátunk, aki Isten tulajdona. Nem tehetünk tehát különbséget sem a jó cselekvésében, sem a szociális tevékenységekben és az evangélium hirdetésében sem. Akár helybeli, akár ideérkezett emberek, akár milyen színű, fajhoz tartozó emberek, akár milyen vallási hátterük van, az örökké evangéliumnak el kell jutnia mindenkihez. Vigyázzunk arra, hogy ne essünk egy másik szélsőségbe, és az evangéliumot csak társadalmi, jóléti tevékenységekre szorítsuk. Mert Isten nem csupán jó életet és nyugalmat akar adni az embereknek, hanem elvezetni őket az igazságra, és felkészíteni őket Jézus eljövetelére. A második üzenetben szó van egy úgynevezett Babilonról, amely a Jelenések könyve szerint egy olyan gondolkodási és vallási rendszer, egy amalgám, amely szinkrétista módon összegyűjt mindenféle gondolkodásmódot, mindenféle vallásos elképzelést és rendszert, és ezt összegyúrva egy közös rendszerbe, keresztény elvekre felépítve azt az emberekben azt az illúziót kelti,
hogy a jó úton haladnak, és mennek előre a boldog jövő fele. Azonban eljön az a történelmi korszak, és ennek mondhatnám, hogy bizonyos szempontból már az idejét éljük, amikor az emberek is rájönnek arra, amit mond a második angyal, hogy le fog omlani ez az emberi elvekre épült, kereszténynek tűnő, de valójában azzal csak éppen érintkező gondolkodási, vallási rendszer. És miért mondom azt, hogy félig meddig az idejét éljük? Elég belenézni a statisztikákba. Európát még többé-kevésbé kereszténynek tartjuk. De nézzük meg, hogy hány gyülekezet néptelenedik el. Nézzük meg, hogy hány templomot bontanak le olyan helyen, ahol a lakosság még szaporodik, vagy legalábbis nem csökkent jelentősen, és mégis a templombajárás, a bibliák fogyása, a keresztény elvek kiélése a hétköznapokban egyre kevésbé tapasztalható. Szólásszabadság van manapság a társadalomban, az egyházban is, és mégis az egyházakban is történnek érdekes dolgok, ez alól egyetlen egyház sem kivétel. Beszivárognak különböző tanítások, nézetek, és megpróbálnak ezekkel az emberek zűrzavart kelteni, hogy az emberek ne lássák tisztán az utat, amerre haladni kell. A második angyal felszólít bennünket arra, hogy keressük a tiszta ösvényt, és ezt az igében keressük. Ne azokban a vallási rendszerekben, amelyek tetemes hagyományokat halmoztak fel az idők során. Az igében találjuk meg a tiszta ösvényt. A téves nézetek sajnos nem csak azokra vannak hatással, akik hallgatják, hanem a hirdetőkre is, mert eltávolítják őket Isten igéjétől, megváltoztatják a bennük levő Isten képet, jellemüket, és ebből következően megváltozik az életük is. Mert azt ti szabadságra hivattatok el, atyám fiai, mondja Pál apostol Galata 5.13-ban, csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. A mai szólás és gondolkodási szabadságot ne arra használjuk, hogy kényünk és kedvünk szerint keressünk magunknak járható ösvényt, hanem arra, hogy ameddig szabadságunk van gondolkodni és dönteni, válasszuk az egyetlen biztos ösvényt, Istennek igéjét. A harmadik üzenet felhívja a figyelmünket arra, hogy van egy jel, amely azonosít bennünket Jézus Krisztussal, az ő maradék népével, amelyről azt mondja Ezékiel proféta az ő könyve 20. fejezetének 12. és 20. versében, adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül közöttük és közöttem. És mielőtt valaki még arra gondolna, hogy igen, ez a szövetség jele volt Isten és a zsidók között, akkor egészítsük ki ezt a kérdéskört azzal, hogy ez a jegy meg lett szentelve, külön választva már a teremtéskor, amikor minden ember ősatja ezt az első alkalommal meg is tartotta Ádám. Így tehát ez a jel univerzális, és Isten hűséges követőinek lesz az ismertető jele az utolsó időben. Nem fogja őket üdvözíteni, hanem mivel megismerték az üdvösséget és elfogadták Krisztust, ezzel válaszolnak arra, amit Isten már érettük megtett. Foglaljuk tehát össze röviden azt a két tanulságot, amelyet ha megjegyzünk, akkor úgy gondolom, hogy nem telt hiába ez a néhány perc. Egyrészt a mi jellemünknek az életünkben gyakorlatilag tükröződő átalakulásokra van szüksége. Mindenkinek az legyen a legfőbb aggódása, hogy új szívhez jutott-e, vajon átalakult-e az élete, megbocsáttattak-e bűnei a Krisztusba vetett hitáltal, újjászületette, elfogadja a meghívást, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Kérjük Istentől, hogy az ő szent lelke által szűjön újjá bennünket, és teremtsen újjá, hogy felkészülhessünk Jézus eljövetelére. Másodszor pedig kötelezzük el magunkat az üzenet hirdetése mellett, ne tartsuk meg csupán magunknak, mert a mennyei angyalok, a Jézus élete című könyvben olvassuk ezt, Ellen G. White tollából, munkatársaivá kell lennünk, be kell mutatnunk Jézust a világnak. Egyrészt elfogadni, átalakulni és továbbadni, ezt a gyakorlati célt szolgálja életünkben az üzenet, imádkozzunk. Jó atyánk, megköszönjük neked, hogy ilyen magasztos korban élünk, mint a mai, és ilyen nagyszerű üzeneted volt hozzánk.
kérünk segíts azt megérteni, elfogadni még akkor is, ha csontunk veléig hatolnak annak tanításai, és segíts bennünket Krisztusi jellemet ölteni, ezt szétsugározni, és az embereknek átadni az üzenetet, hogy velük együtt mindannyian felkészülhessünk. Jézus visszatérésére az ő nevében kértük ezt. Amen. Az út, amely az élet fájához vezet, Jézusom, mutasd meg, oda, hogy juthatok. Borongos éjjelen, foghassam a te kezed, lássam előttem, utcád ragyog. Mikor leroskadok, mikor folytán van erőm, kerül-e valaki, aki majd felemel. Jézusom, egyedül te lehetsz a megmentőm, nélküled célom, nem érem el. Egyetlen igaz út, Jézus Istennek fia, síralom völgyén túl, általad juthatok. Elveszett életem, életed visszaadja, utcát fénye rajtam felragyog. Sziasztok, kedves gyerekek! Tudtátok, hogy Isten mindig a legjobbat adja, és teszi félre azoknak az embereknek és gyerekeknek is, akik szeretik őt és az ő parancsolatait megtartják? Isten ugyanezt tette Nádiával is, amikor szobájában elrongyolódott a szőnyeg. Hallgassuk meg Nádia történetét Szent Györgyi Klaudiától. A történet címe Egy rész, amely megmarad. Egy kedves kis családról szeretnék egy történetet mondani nektek. Ebben a családban, ez egy háromszemélyes család volt, volt az anyuka, az apuka, és egy kislány, akit úgy hívtak, hogy Kamilla. Ez a kedves kis család elköltözött egyik városba, a másik városba. És ebben a városban egy új házba költöztek. Kamillának is megvolt a gyönyörű szép szobája, de a szőnyeg a szobájába olyan kopottas volt, használt, pecsétes, és azt mondták a szülei neki, hogy választhat egy új szőnyeget, legyen az más színű, legyen az más mintájú, amilyen csak neki tetszik, választhat egy új szőnyeget a szobájába. Nagyon örült Kamilla, és el is indultak a szőnyegboltba szőnyeget vásárolni, szőnyeget választani. Ahogy mentek a kocsiba, Kamilla nagyon izgatott volt, és eldöntötte, hogy neki bizony egy rózsaszín színű szőnyeg kell a szobájába. Egy rózsaszín színű szőnyegre vágyott. Ahogy beléptek a szőnyegboltba, Kamilla egyenesen a lányos színű szőnyegekhez szaladt. Ott meg is talált egy olyan szőnyeget, amilyent ő elképzelt magának, megsimogatta őket, tapogatta a szőnyegeket, és azt gondolta, hogy ez lesz az a szőnyeg, ami neki tetszik, mert rózsaszínű volt, és elég puha. Úgyhogy szólt a szüleinek, hogy ő ezt a szőnyeget választotta.
Az anyukája és az apukája pedig elfogadták a választást, beleegyeztek. Jól van, Kamilla, ezt vesszük meg neked, mondták. Oda hívták az elárusító nénit, aki segített nekik. És azt mondta, hogy először le kell mérni, le kell ellenőrizni a szőnyegnek a méretét, a nagyságát, hogyha megfelele a Kamilla szobájába. Az elárusító néni méregetett a centissel, mérte így is, mérte úgy is a szőnyeget, és Kamilla már kezdett izgulni, hogy vajon megfelelő lesz neki az a szőnyeg a szobájába. De miután az elárusító néni befejezte a szőnyeg mérését, oda ment hozzájuk, és közölte a jó hírt, hogy igen, ez a szőnyeg darab pontosan megfelel Kamillának a szobájába. Örült is Kamilla nagyon. Az elárusító néni még azt is elmondta, hogy mivel ez a szőnyeg darab, ez egy maradék, a szőnyegtekercsnek a vége, ez egy maradék, ezért még árleszállítást is kapnak a szőnyeg megvásárlásakor, úgyhogy még Kamilla szülei is örülhettek, mert olcsóban vásárolhatták meg a szőnyeget. Földi létünk nem örök.
Köszöntöm Önöket! Nagyszerű hetünk volt, bőségesen részünk volt lelki táplálékban. Imában felemelkedhettünk Istenhez, feltöltődtünk, megerősödtünk, újjászületett bennünk a remény. Megismertünk csodálatos könyveket is, Ellen G. White a Nagy Küzdelem című könyvét, amely a megváltás történetét részletezi. Majd szó volt a Jézushoz vezető út című könyvről, amelyet adásainkban is részleteztünk, és Jézus megismerésének a lépéseit mutatja be. Megismerkedtünk röviden, futólag csak, de remélem, hogy hosszú távon majd el is olvassuk a Nevelés című könyvet ugyanazon szerző tollából, amelyik gyermekeink nevelésére tanít meg, hosszú távú eredmények elérésére. Majd láttuk Clifford Goldstein könyvének bemutatóját a Végső reményről, amely arról beszél, hogy mi lesz a világgal és hogyan állhatunk meg. Ne felejtsük el, hogy ezt a könyvet még szombatról szombatra délutánonként bemutatjuk, tévéadásainkban kövessenek tehát figyelemmel. Majd láttuk, hogy Alejandro Bullon könyvében kicsoda számunkra Jézus, és hogyan ápolhatunk vele baráti kapcsolatot. Nem kevésbé Mark Findy és Peter Landless könyve beszélt nekünk az egészségről és a wellnessről, nem csak testünk, hanem szívünk, érzelmeink és gondolataink egészségéről. A gyerekekről sem feledkeztünk meg, David Edgren könyvében egy csodálatosan szép történetet ajánlunk fel a gyermekeknek, a Szeplőtlen Bárány címmel, amely Jézust, a gyermekek megváltóját mutatja be. Amennyiben hozzáfogtunk az olvasáshoz, elkezdtünk lerakni életünkben egy szilárd alapot, amelyre szükségünk lesz. Ne hagyjuk abba, olvassunk tovább. Ha pedig úgy érezzük, áldásban volt részünk, osszuk meg a könyveket másokkal is. Egy jó könyv mindig hasznos, nagyszerű ajándék.
Életünkben jó dolog észrevenni Istennek hétköznapi áldásait, de az élet lényege nem azokban áll. Isten azt szeretné, ha ismernénk akaratát, és készek lennénk dönteni mellette, amellett, amit az ígében tanít, nem pedig amellett, amit mi emberek képzelünk el. A három angyal által közvetített lelki üzenet nagyon fontos a mi számunkra, és körülbelül így fogalmazhatnánk meg az elmúlt heti gondolatokat. Isten a teremtő. Egyedül őt imádhatja az ember. Isten ítélete alatt állunk. Kezünkben van a döntés, hogy akarata szerint élünk, vagy sem. Egy gonosz világban élünk, ami hamarosan leomlik. Ne fektessünk ebbe a világba, hanem ismerjük meg Istent, és ebben a világban élve tanuljunk meg elkülönülni a gonosztól, míg az Úr Jézus Krisztus eljön. Erre a bűnös világra Isten hamarosan kitölti haragját. Ez a bűn következménye, ami elkerülhetetlen, amit Isten fia által feltartóztatott Ádám és Éva bűnbeesése alkalmával, hogy kegyelmet adjon minden embernek, hogy újból dönteni tudjunk mellette. Csak azok maradnak meg, akik Istent imádják, egyedül őt. Isten az ő imádatára elrendelte a szombati napot. Ez az egyetlen és egyedüli nap a Szentírásban, amire Isten az Ószövetségben és az Úr Jézus által az Új Szövetségben tanítást ad. Jézus Krisztus azért jött, hogy minden törvényt betöltsön és mindent megerősítsen. Kedves televízió nézők! Köszönöm Önöknek, hogy velünk tartottak egy héten át. Hiszem és remélem, hogy van okunk a hálára az elmúlt évért, és ezért az időszerű üzenetért. Köszönöm a lelkipásztoroknak, akik szolgálatra vállalkoztak, a gyerektanítóknak, kedves munkatársaimnak, Babos Renátának és László Varga Zoltán lelkipásztornak. Isten áldása kísérjen továbbra is mindannyiunkat. A viszontlátásra!